Sziasztok! Ez egy második rész lesz, méghozzá az első rész az arról szólt, hogy mások imádják, én utálom, és most jön ugye a fordítottja, hogy én imádom, és mások utálják. És összeszedtem 11 dolgot, de lehet, hogy majd még közben eszembe jut valami, itt van egy kis not, ezt befelírkáltam az utóbbi hetekben. Tényleg agyaltam rajta, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amiket én szeretek, de mások nem szeretnek, és hát igen, azért van itt pár. Kezdjük az elsővel, ami kapcsolódik talán a bloghoz, és amúgy ezzel tudom, hogy nem vagyok teljesen egyedül, ez pedig a nyomkodás. Tudom, gusztustalan dolog, és ugye az, hogy kinyomjuk a pattanásokat, mit esztereket, de én beteges módon szeretem csinálni, és nem kéne, mert bizony néha pattanásokat képzek ezzel, hiszen ahogy nyomom kifele, az megy befele is, és a szövetekben szétterjedhet, és nagyon csúnya a bőr problémákat okozhat, és küzdök ellene, ugyanúgy, ahogy a körömrágásról, erről is le fogok szokni, de igen, és a környezetemet idegesíti amúgy, hogy időnként egy tükör előttenikő elszórakoztatja magát, és stresszt old ezzel a módszerrel. Jó, nyilván amúgy már értek hozzá annyira, hogy egész szépen ki tudom tisztítani a bőrömet, és nagyon ritka az a baleset, amikor utána pattanásaim képződnek, de bizony előfordul, és le kéne erről szokni. Úgyhogy ez egy ambivalens dolog, ezért is akartam ezzel kezdeni. Másik, amit imádok, az pedig a hagyma chips, amit a hotdogba, az amerikai hotdogba tesznek, viszont én ezt így natúrszárazom magába, chipsként zabálom orba szájba, és imádom, és nagyon büdös amúgy hagymaszaga van, nyilván olajban sütött hagymaszaga van, de én ezt imádom, és bármilyen kajára képes vagyok amúgy rátenni, és mindennel megenni, de legjobban magába a filmnézés közben, illetve a blogolás közben szoktam még csipegetni ezt. Nagyon olajos, nem annyira egészséges, de hát azért is hagyma, úgyhogy botan nagyon nem bírja, amikor ezt teszem, de azért mindig vesz nekem. Amúgy erre Dániában szoktam rá, ez volt az ilyen jutalomfalatkám, hogy így nevezzem minden fárasztó és borzasztó nap után. A következő az istálószag. Én nem tudom előző életemben mi voltam, mert körülbelül gyerekkorom óta megveszek az istálószagért, amióta az eszemet tudom, a lóistálónak az illatáért. Nagyon szeretem, ahogy a szína, a szalma, a zab és a lónak a verejték, illetve a természetes illata keveredik, illetve hát a lószarszag. Nem tudom, aki van olyan ismerősöm, aki ugyanezt érzi, tehát egy ilyen felszabadult érzés kerít hatalmába, és tudom, hogy mindjárt lóra ülhetek, és annál jobb nincs is, illetve én lovakat alapból imádom, és ha egy ló van a közelben, akkor nekem ott kell lennem azonnal, ott is termek, és tényleg ennél jobb illat szerintem a földön nincs. A másik, harmadik, negyedik, nem is tudom, a hanyadiknál járunk, az pedig a békák imádata. Gyerekkorom óta megveszek a békákért, és főleg a zöldleveli béka nyilván az a legcukibb, de amúgy minden békát nagyon bírok, és mindig gyűjtöttem őket egy befőttes üvegbe, aztán egy-két óra játszás után elengedtem őket, miután összegyűjtöttem, gyakorlatilag utána egyből el is engedtem őket, de imádtam a békákat, úgyhogy, és most is, és gyerekkoromban még puszilgattam is, bár most sem undorodnék ettől a dologtól. Úgyhogy nagy békamániás vagyok, de úgy alapvetően hüllőmániás is, nagyon szeretem a gyíkokat, nagyon szeretem a kígyókat, úgyhogy én nekem a hüllők azok így abszolút bejönnek, és tudom, hogy mások nagyon undorodnak tőle. Botton például baromira irtózik a kígyóktól, és hát igen, és én meg nem, úgyhogy ebből vannak néha nézeteltéréseink, hogyha egy siklóval összefutunk valahol. Szeretem a stílusokat keverni, bár ez szerintem nektek nem újdonság, öltözködésben minden esetben szeretem, hogyha van valami úgymond, ami kilóg a sorból, és nem illik bele az összhangba, és mégis egyfajta harmóniát teremthetek ezzel. Szeretem, hogyha felkapják az emberek a fejüket az öltözködési stílusomra, és szeretek egy kicsit különc lenni.
De hát ezt levonhattátok, és hát a bohém egy kicsit hippis, egy kicsit indiános stílus, ez pedig nagyon közel áll hozzám, és reméljük, hogy ezt sose fogom kinőni, bár lehet, hogy majd így 60 évesen ez kicsit furcsán fog lejönni, de nekem ez hozzátartozik az egyéniségemhez, úgyhogy néhány ember furán tud nézni rám, és hát még az elegáns öltözeteimben is néha van egy kis csavar és egy kis fricska, az mondjuk úgy meg szokott lepni mindenkit, de hát ez vagyok én. Szeretem, ha nyomás alatt vagyok. Ezt úgy értsétek, hogy nagyon szeretem, hogyha már így a nyakamon liheg a határidő, és holnapra kell, és van még pár órám, addig én nem is tudok elkezdeni se tanulni, sem megcsinálni a feladatomat jól, amíg nem érzem a nyomást, azt a pánik hangulatot, hogy úristen, kifutok az időből, viszont olyankor nagyon-nagyon jókat tudok alkotni, és nagyon jól tudok teljesíteni. Úgyhogy a legjobb, amikor én nagyon túl vagyok terhelve, és határidőt ér, és tényleg olyankor büszke is vagyok magamra, hogy ezt az utolsó pillanatban sikerült megcsinálni, ezt meg az utolsó pillanat után 3 pillanattal sikerült megcsinálni, úgyhogy valahol szerintem így önmagamat is gerjesztem ezzel, de tök jól működik, legalábbis eddig még sose volt ebből probléma, és tényleg a túlterhelés az éltet, úgyhogy nagyon nem szeretem, amikor kevés a teendőm, olyankor egy kicsit olyan semmire kellőnek érzem magam, úgyhogy az a legjobb, amikor sok minden lóg a fejem fölött. Szeretek fürdőszobát takarítani. Ez nem tudom mennyire furcsa, de ha a takarításról van szó, akkor én stoppolom a fürdőszobát, és ezt tényleg nagyon szeretem úgy aprólékosan kisikálni, és fugát takarítani, és kádat mosni, és csillogóvá varázsolni egy kis ecettel és egyéb dolgokkal a csaptelepeket, és tényleg egy új fürdőszobát teremteni, valamint pakolászni ott ugye a kozmetikumokat, lehet, hogy ebből is fakad. Bár nem sok kozmetikumot tartok a fürdőben, nyilvánvaló okokból kifolyólag nem tenne jót a sminkeknek, de ugye a tusfürdők azért ott vannak, úgyhogy azokat is lehet rendszerezgetni, illetve a különböző hajápolási termékeket. Bögremánia. Ezzel annyira nem vagyok egyedül, bár Boton nem nagyon érti, hogy miért kell, és anyáik se, hogy miért kell mindig új bögre, és miért szerelmesedek bele egy-egy bögrébe mindig, és egyáltalán minek annyi bögre, én minden bögréből iszok szinten, de tényleg csak bögre. És vannak kedvenc bögréim, vannak hangulattól függő bögréim, ha rossz a kedvem, akkor arra is van egy bögre, ha jó a kedvem, arra is van egy bögre, van téli bögrém és nyári bögrém, és kerek csokoládé, és szögletes csokoládé, és tudom, hogy ez mániákus dolog, és talán ugyanilyen furcsa gyűjtési szenvedély az, hogy dobozok, és mindenféle doboz. Meg van az összes beauty box doboz, amit eddig rendeltem, akkor is, ha nem annyira szép és extra, de ha látok bárhol bármilyen méretű dobozt, akkor ezt meg kell vennem, és be kell szereznem, külön rajongok a kerek dobozokért, és az érdekes formájú dobozokért, és a legtöbb dobozom üres. Úgyhogy nem tárolási célra, valahogy nem tudom soha, hogy ebbe a gyönyörűségbe mit tehetnék, ami méltó lenne bele, úgyhogy így egy csomó üresen áll, és értitek? Igen, a csípős szeretete, térjünk egy kicsit vissza a kajákra, mindent szeretek nagyon csípősen enni, de úgy tényleg nagyon csípősen, úgyhogy más pasiknak a szemük kigúvad, és folyik a könnyük, és köhögnek, az nekem úgy teljesen normálisnak tűnik, és minden egyes exem azt mondta, hogy nem vagyok normális, hogy ilyen csípősen vagyok képes enni, de hát ugye azt tudjuk, hogy a csípős az nem egy íz, hanem egy fájdalom, és a fájdalom az endorfint szabadít fel, úgyhogy igazából én szeretem kínozni magamat, hogy endorfinom termelődjön, és boldog legyek tőle. Ez valamiféle mazoizmus, hogyha az ember szereti a csípős dolgokat, de hát ez van, akkor én így élem ki a mazoizmusomat. Amúgy elég magas a fájdalom küszöböm, szóval gondolom azért bírom ennyire jól a csípős, de én nagyon szeretem, ha csíp valami, főleg a halászlé, az olyan bitangul csípjen nekem, mert különben nem szeretem. A másik íz, amiért rajongok, az a fokhagyma. És ez olyan szintű, hogy egy gereszt fokhagymát is képes vagyok elrekcsálni, és minden kajába, amilyen jó kis fűszeresebb, kerül egy kis fokhagyma nálam, vagy inkább sok fokhagyma.
Hát ez van, a szagok meg ezért ritkán használok azért erősebb mennyiségű fokhagymát, meg nagyobb mennyiséget, de tényleg én nagyon bírom a fokhagymás ízű dolgokat. És amúgy nem is zavar másokon se, hogyha érzem, hogy tegnap vagy aznap fokhagymát evett, de azért tekintettel vagyok a környezetemre, úgyhogy ha találkoznánk, akkor nem leszek fokhagymaszagú. De amikor itthon vagyunk egy-egy nap, úgyhogy tudom, hogy másnap itthon lustálkodhatok, akkor eszek fokhagymát. Szeretem a tökfűzeléket is, amit szerintem nagyon sokan nem szeretnek. Gyerekkoromban se volt különösebb bajom vele, viszont most meg már imádom, úgyhogy ez van. És hát körülbelül ennyi az, amit én szeretek, és mások kevésbé szerethetnek, de ha valamelyiket szeretitek ti is, akkor írjátok meg mindenképp, valamint írjátok meg, hogy ti milyen furcsa dolgokat szerettek, amit esetleg mások nem annyira, mert szívesen olvasgatnám ezeket a dolgokat, és megnyugodnék, hogy nem csak én vagyok fura, vagy nem is tudom. Úgyhogy osszátok meg velem, és nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és hagyjatok egy kommentet. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, sziasztok!